Csengele külterületén vagyunk, és Magony Levente állattenyésztéssel foglalkozó egyéni vállalkozóval fogunk beszélgetni a liba és kacsatenyésztés egyre súlyosabbá váló problémáiról. Az első madárinfluenzánál indult minden, amit mi megéltünk. Ugye 20 ezer pecsenyekacsánk volt a telepen, körülöttünk már nagy volt a probléma. Mi odafigyeltünk, ez egy nulla technológiás telepnek mondható, nem egy korszerű tanyán vagyunk, és mi igenis meg tudtuk védeni a jószágainkat, mi betartottuk azt, amit az állatorvosok javasoltak, el tudtunk szállítani, nem kellett ölni. Féltünk is tőle, mert azért csináltuk ezt valójában, mert szeretjük a jószágot nagyon. Mi megtaláltuk benne a szépet, a jót. És amióta ez bejött, ez az influenza is súlyos szigorításokat hoztak, amivel nagyon sok termelő nem ért egyet. Azóta van ez a mélyrepülés, ez a zuhanás. Meg az, hogy nem kommunikál velünk senki. Senki. Tehát, hogy tényleg nincs az, hogy 30 termelővel leülnek beszélni, és normális keretek között mindenki elmondja, hogy látja, és hogy lehetne egy olyan matematikát összehozni, ami igenis működik, és előrefele haladnánk. Akkor a ti sorsotokról, rólatok nélkületek döntenek. Igen, olyanok, akik... És kik döntenek? Ez a kérdés. Kik döntenek? Ezt a nagy integrációs cégek. Ők hozzák. És melyek ezek a cégek? Hát ez a Hungerit, Bácstak és a Kálféder, azt hiszem. Transitker. Én például Hungerites termelő vagyok, 7 éve lojális voltam a cégemhez végig, jó viszony volt, de ők is sajnos az utolsó 3 évben nem volt, úgymond nem kaptunk megfelelő támogatást. Mennyi volt mondjuk a egy jószágra kivetítve, lehet mondom, az állatjóléti támogatás, és ahhoz képest mennyivel faragták meg most? Fele annyi, vagy már kevesebb, mint fele összeget fizetnek? Vagy 37%. Amit legutóbb kaptunk. Mikor bejött ez az állatjóléti támogatás, akkor ugye ott az integrátor cégek azok azt mondták, hogy ja, hát te mondjuk kapsz 100 forintot egy kacsájé még az államtól, hát akkor én már csak 50 forintot adok neked, mert te onnan kapsz 100-at. Az állatjóléti támogatás, ez egy eléggé jó hangzó kifejezés, ez pontosan mire adják? Az állatoknak a jólétét biztosítjuk belőle, tehát mondjuk nekem ne egy szakadt fóliába neveljem a jószágokat, hanem formális mondjuk esetleg tudjak csinálni egy korszerű betonajzatú épületet. Tehát akkor eljutottunk odáig, hogy egyik tényező a madárinfluenza, csak az egyik tényező, tehát nem kell mindent erre fogni. Igen, nem mindent, de aztán az állatjóléti támogatás 60-70, inkább 70%-os csökkenése, igen. Ami már önmagában egyébként szinte kigazdálkodhatatlan, és aztán ugye még feltételezve, hogy vannak a felvásárlási árak, illetőleg az integrátorok által egy oldalon mondhatni az integrátorok kényekedve szerint meghatározott szerződéses feltételek. Nagy vonalakban igen. Én sosem a munkától féltem tulajdonképpen. Igen, az látszik. Én szeretek dolgozni, itt mindent saját kezűleg csináltunk. Tehát ide nem jött vállalkozó kerítést építeni, ide nem jött vállalkozó sátrat húzni, meg ilyenek. Itt mindent magunk csináltunk. Saját erőnkből. Szeretünk dolgozni, csak járjon érte pénzt. Magyarul. Dolgoztok ti szívesen, csak érje meg, dolgoztok ti szívesen, csak lássátok már ti is ennek az ellenértékét, a hasznát. Ne azok, akik a világon semmit nem csinálnak, csak néhány papírt kiállítanak, meg esetleg magas gazdasági és politikai befolyással rendelkeznek. Igen, igen. Azt hiszem, ez nem nagy kérés a politikai döntéshozókhoz, vagy a politikai döntéshozóknak címezve, hogy és erről számolok be egyébként akár az zöldség-gyümölcs termeléssel foglalkozók, erdőgazdálkodók, állattenyésztők, hogy nem várnak nagy csodát, nem feltétlenül óriási összegű támogatásokért szeretnének sorba állni, mindössze csak az az egyszerű kérdés, hogy hagyják őket élni, hagyják őket dolgozni, hagyják őket létesülni, és a felesleges adminisztratív akadályokat, azokat hárítsa el a politika, és hárítsák el azok, akiknek ez hatáskörében áll. Itt vagyunk Szang határában, és folytatjuk az elemzést, a helyzet értékelést Kócsó Gábor őstermelővel, az ő portálja, az ő birodalma található itt mögöttünk, illetőleg Szalóki Szabolcssal. Kócsó Gábor liba és kacsa tenyésztéssel, Szalóki Szabolcs pedig kifejezetten kacsa. Így van, így van, pontosan.
még ott a madárinfluenzánál mi el tudtunk szállítani időbe, viszonylag tűrhető pénzt is kaptunk majd utána, hogy az árazás az egy kicsit gyengébbre sikeredett minden egyes évben, ahogy az állatjóléti támogatást kezdték megemelni. 2019. január 1-től április 16-áig 1 forint állatjóléti támogatást. Milyen kaptunk. Összeg volt a te esetedben, ha nem vagyok indiszkrét? Nekem 256 ezer darab kacsám ment be a negyed év alatt a Vágóhídra, közel 20 millió forint állatjóléti támogatás esett ki a zsebünkből. És ez neked mekkora részt ütött a pajzsot? 4,5 millió. Minden pénzt visszaforgattunk a telepbe, mert ugye jöttek a sorba a követelmények, hogy 1,40-es kerítés már nem volt jó, csak az 1,50-es, 1,60-as kerítés. Négyzetmétert kellett ahhoz növelni, hogy ugyanazt a darabszámot fel tudjuk nevelni, mint előtte. Nekünk ugye a tavalyi év az úgy zajlott, hogy a legelső telepítésű libánknál, ott én már megkérdeztem, hogy van-e valami B-tervük a nagy melegre, mert akkor vezették volna be majdnem szinte elsőként, hogy nem lehet kint etetni, itatni, csak a fólia sátorban. Most azért, amikor 40 fok volt árnyékba, nem kívánkozott be a liba, ott a súlyok elmaradtak, és zömében mindenki mondjuk az önköltségi árnak a felét, vagy még volt, hogy kevesebbet kapott köztünk mi is. 250-60 forint durván felnevelni egy fehér libát, arra 9 hétre, a 13 hetes az vettem én 300-350 forint, és visszakaptunk belőle 140 forintot. És ők úgy gondolták, hogy ez elég. És akkor ennek a tetejére jött még az, hogy az állatjóléti támogatást hangsúlyozták mindig, hogy majd a támogatás, mert a támogatás most is az volt... De abba hajszolt bele, bocsánat, abba hajszolt bele, hogy újabbak és újabbak. Igen. Tehát a termelés folyamatos igen. legyen, csak éppen haszonnal nem járt, sokkal inkább veszteséggel. Most a tavalyi évre például plusz támogatást szajkózott mindegyik, hogy az előző évhez képest és ebből lett valami? Lesz. Hát igen, 37%. Most egy fehér libánál 450 forint körül járt volna darabonként, ugye annak a 37%-át kaptuk meg, de az önköltségi árat se kaptuk vissza, úgyhogy igazából mondhatjuk azt nyugodtan, hogy mindenkinek itt a környékben minuszos lett az év. Én abban látom a megoldást, hogy az integrátor cégeket valami olyan keretek közé szorítani, ahol nem tudnak kibújni a felelősség alól, nem tudják a termelőket leminősíteni, nem tudják őket átverni, és minden egyes termelőt darabszámos pénzre, tehát minden egyes beszállított kacsa vagy liba után nem menjen ez a kilogrammos ár, hogy ilyen súlykategóriájú kacsát vittél be, vagy libát, olyan súlyút, hanem legyen az, hogy napos korába kihozza a kacsát, 6-7-es korába elviszi, ő saját felelősségére hozza a takarmányt, nem a ti felelősségetek. Nem a mi felelősségünkre, mert ugye ő hoz nekünk takarmányt, de ő olyat kever, amilyen éppen neki a piaci helyzete megengedi. Tehát itt ugye el tudja lőni a napos kacsán, el tudja lőni a takarmánynál maga a pénzünket. Tehát 6 hétig tartjuk a kacsát, 6 hét alatt bizonyított tény, hogy egy jó kacsa, jó takarmányon, kevesebb fajlaggal föl tud hízni, 6 hetes korában vigyel a vágóidra, és kapjon minden egyes termelő érte 300 forint plusz áfát darabonként, plusz az állatjóléti támogatást. Mert most ma, jelen pillanatban nekünk, mint szilárd burkolatú termelőknek 210 és 220 forint az önköltsége egy kacsának az előállítási ára. Például jelen pillanatban nekem kiírnak 65 ezer darab kacsát. Abból 65 ezerből nem érkezik meg a telepre 65 ezer, 63.564 ezer darab jön meg egyszerre. És akkor az 1500 különbözet az hova lesz? Hát az elpárolog. Tehát az nincs benne a papíron. Az nincs benne a rekeszekbe. Tehát ilyen 48, 49, 47 darab szerepel mindig egy rekeszbe. Erre számos például, hogy átszámoltó kacsát nem volt meg benne. Ez nettó hamisítás, sikkasztás, csalás? Igen, ezek ilyenek. A másik a takarmány, mert olyan minősítetetlen takarmányokat hoznak ki, ami rossz minőségű, nem megfelelő alapanyaggal. Egy egyszerű példa, a takarmánynak a 18%-os a fehérje tartalma, és ott csak 1%-ot, ami senki nem vesz észre, 1%-ot elvesznek, elvesznek a fehérjéből, az neked egy 3 kilós kacsánál, a, mit tudom én, a 6 kiló 60-as takarmánynál 1 kilót elvisz, mert annyit eszik a kacsa. Tehát és a takarmány... nem tudom bizonyítani. Mert ugye itt olyan szerződések vannak írva, amik a szerződésekben az van leírva, hogy minden egyes dolog csak az integrátor cégnek lehetséges. De amész a Vágóhídra, megnézhetett a minősítést. Ő úgy fog minősíteni, ahogy ő akar. Tehát azt fogja csinálni a minősítésnél. Ugye a Vágóhídról
bemegy egy minősítés az irodába, a tápkeverőből bemegy egy súly, hogy te mennyi tápot hoztál ki a kacsára, van egy úriember, aki megcsinálja az elszámolást a kapott adatokból, elküldi a cég egyik tulajdonosának, az átnézi, Excel táblán beprogramozza, hogy neked mennyi lesz a kifizető súlyod, visszaküldi az úriembernek, az megcsinálja az elszámolást. Megvan az elszámolás, megkapott 2 héten belül, beadod a számlát, 60 nap a kifizetési határidő. Vagy több hónap kifizeti. Oda jutottunk az, hogy több millió forintért nekünk évente faktoráltatni kell a számlákat, hogy hozzájussunk a pénzünk 80%-ához. És ők képviselnek bennünket a Baromfi Termék Tanácsba. A cég tulajdonosok, vágóhíd tulajdonosok nézik az érdekeinket, hogy hogy tudnak nekünk plusz. A Baromfi Termék... Most ez nyilván ironikus, cinikus megjegyzés volt feléjük. Igen. Így van. Ez úgy áll össze a Baromfi Termék Tanács, ugye, hogy van a BTT nevű egyesület, ennek az elnöke dr. Csorbai Attila. Van kacsaszövetség, libaszövetség, pulykaszövetség. Ugye mi kettőről tudunk beszélni, ebből vagyunk mind a ketten tagok, a kacsa és a libaszövetség. Ha megnézzük a két szövetségnek az összeállítását, akkor az összes nagy integrátor cégnek a tulajdonosai vannak benne, vagy annak a holdudvara. Mi az állatjóléti támogatásokból éltünk. Tehát mi, amit kaptunk pénzt a kacsákért, azt tartott életben a rendszer, mondhatni. Az elvitte az önköltség. Voltak évek, mikor az állatjóléti támogatás bele kellett abba tedd, hogy az önköltségbe kigyere nullára, és így minden egyes integrátor cég beleszámolta az állatjóléti támogatást a te költségedbe. A mai látogatás Szijjártó Péter külgazdasági miniszter úrnál egy újabb lépés azért, hogy erősítsük a hazai élelmiszerellátás térségünkben a gazdaságot. A Hunent víziszárnyas feldolgozó 6,5 milliárd forintos üzembővítést hajt végre Mékúton, amihez a kormány 2,2 milliárd forint támogatást biztosít, mindezért cserébe a Hunent 500 munkahely megőrzésére vállal kötelezettséget. De ez első olvasatra nem az állatjóléti támogatás, ha összegszerűségében annyi? Így van. Nem erre gondoltunk, hogy mondjuk ők kapták meg, ők a tavalyi évben is, ugye a törzs... Hanem más jogcímet, ha találnak más jogcímet arra, így van. Hogy megkapják ő a arra szükséges kap, pénzt. Ő arra kapja ezt a pénzt, hogy 18 000 négyzetméterre a Hunen cégcsoportnak a nagyságrendét bővíti. Tehát ő 18 000 négyzetméter istálót fog fölhúzni Bácsbakod és Bácsalmás között egy volt régi TS telepet, ott eldózeróltak, hogy ő 18 000 négyzetméter istálót épít azért, hogy ő ki tudja váltani a termelőket, hogy ne kelljen a termelőkkel foglalkozni, ne legyen kiszolgáltatva az embernek. Csorbai úr nyilatkozott, hogy egy baromfi hús hiány lesz. 25-30%-os áremelésre lesz szükség, hogy a gazdák megnövekedett költségeit tudják gazdálkodni. A magyar emberek rátok fognak haragudni, holott nem miattatok áll elő az áremelkedés, hanem pontosan a nagyok. Tehát nem kell ránk haragudni, azt a pénzt oda kell adni. Tehát a Csorbai úr, meg az összes többi, aki ott ül a bársonyszékbe, azt a pénzt el kell nekik intézni, mert ők fölveszik azért a pénzt tőlünk. Évente nem kevés milliókat. Amit nem látnak el, hogy az érdekeiteket az érdekeit képviseljék. Ma Magyarországon a víziszárnyas tartás az olyan, mint a kutya vacsorája, bizonytalan. Ezt köszönhetjük ugye annak, hogy 3 nagy integrátor cégben van Magyarországon a pecsenyelt kacsatartás. Koncentrálódik minden lehetőség. Így van. Ugye a 3 nagy cég rendszeresen tart beszélgetéseket, tárgyalásokat, a felvásárlására, takarmányára, minősítése, egyébár. Ugye az köztudott, hogy valamikor Kisúr tulajdonos volt a Hungaritbe Szentesen, Szentes tulajdonos volt a Bástakba, tehát itt a két cég majdnem tulajdonosi viszonyokban vannak, meg ugye a harmadik cég a Transit Debrecenbe fönt, ez a 3 cég tartja Magyarországon a víziszárnyas ágazatot kézbe. A víziszárnyas ágazatban Magyarországon 100 000 embernek a megélhetéséről van szó. Ebben vágóhídi dolgozó, keltető dolgozó, teherautósofőr, integrációs bértartó, sorolhatnánk még, hogy kiről van szó. A beszélgetés végéhez közeledve eljutottunk a legfontosabb következtetésig, hogy nem a 3 nagy cég tulajdonosi köréből, hanem a termelőkből verbuvált érdekképviseletre lenne szükség, amellett pedig egy általában egy széles kör összefogásra, az integrátorok hatalmának a megtörésére, hiszen ebből a katasztrofális helyzetből, ebből az ördögi körből nem lehet másképp kikerülni, csak akkor, ha valódi szerződések köttettek, a szerződések pedig alappillére az, vagy alapelve, hogy két vagy több fél egybehangzó akarata, hát egy gyakorlatilag egy diktátum, tehát egy egyoldalú akaratnyilatkozat van. A helyzet egyértelmű,
A Mi Hazánk mozgalom természetesen nem a hazai nagytőkések, hanem a kistermelők oldalán áll, és igyekszünk minden segítséget megadni ahhoz, sőt, minden segítséget megadunk ahhoz, hogy az integrátorok egyoldalú befolyását és az egyoldalú erőviszonyokat megtörve a kistermelők számára sokkal kedvezőbbé tegyük a termelés feltételeit és az egész a beszélgetés során részletesen bemutatott folyamatot.